Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Tárlatról, Tárlatra című műsorunkban, melyben ezúttal Vácra, a Tragor Ignác Múzeumban látogatunk el, ahol számos kiállítás van, a Vasba öntött történelem kiállítás, az új állandó kiállítás, amelyikről a legtöbbet fogunk beszélni. Hallgassák meg a riportot, amit az itteni kiállításokról készítettem. Forró Katalin vagyok, a múzeum igazgatója. A Tragor Ignác Múzeumnak egy nagyon széles palettájú kiállítási programja van, amivel várjuk a látogatókat. Annál is inkább érdekes, mert 2016. október 1-től a múzeumunk jelentős gyűjteményekkel gyarapodott azáltal, hogy a Pannonia ház kiállítóterem a Tragor Ignác Múzeum része lett. Itt elsősorban képzőművészeti és iparművészeti kiállítások vannak. Megújult tavaly nyáron a Memento Mori kiállításunk, a Váci Domonkos kripta 18. századi anyagából rendezett kiállítás. Várunk két régészeti kiállítással látogatókat, az egyik kiállítás a Szent Mihály templom altemploma, illetve a Váci Németváros 15. századi kiállítása. Időszaki kiállításaink a görög templomban tavasszal nyírnak képzőművészeti kiállításokkal, és hát vannak állandó kiállításaink még, egy Gazdag Hinc Gyula életmű kiállítás, egy Gádor kerámia kiállítás, és hát van egy nagyon nagy számú, nagyon különleges darabokat bemutató öntött vas kiállításunk. Ez utóbbiak a Pannonia ház kiállítóteremben vannak. Ezek a kiállító helyek, kiállításaink gyalogosan könnyen bejárhatóak, a Váci főtér körzetében, környezetében vannak. A Pannonia házban mit láthatók? Én Dudás Barbara vagyok, a Pannonia házban dolgozó művészettörténész munkatárs. Az épületen belül, ahogy már Katalin is említette, egy Hinc Gyula kiállítás is, és egy Gádor kerámia kiállítás is látható. És ami pedig a mi épületünkön belül a legújabb kiállítás, az egy olyan öntött vas anyag, ami tulajdonképpen két egységre osztható. Az egyik egysége egy városi tulajdonban lévő gyűjtemény, a Berceli Attila magángyűjtőnek a gyűjteménye, ő egy váci gyűjtő volt. Az ő gyűjteménye már évek óta a város tulajdonát képezi, és kiállításon már látható évek óta. És amivel most gazdagodtunk, az pedig a Budapesti Közlekedési és Műszaki Múzeum tulajdonában, gyűjteményében található Gyenesdiási öntött vasanyag, ami egy alapvetően kályha gyűjtemény. Itt a Gyenesdiási jelző az megint csak a gyűjtőt jelenti. Vaszkó Ernőről van szó, aki egy nagyon értő és figyelmes gyűjtő, aki hatalmas gyűjteményt épített hosszú idő alatt fel, és ezt vásárolta meg az ország 2015 év végén. Egy állami vásárlás keretein belül került az öntüdei gyűjteménybe. Ugye a Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz tartozik a GANZ öntüdei gyűjtemény. Az ő tulajdonuk ez az anyag. Hát tulajdonképpen a két intézmény együttműködésének eredménye az, hogy nálunk került aztán egy hosszú távú letét formájában elhelyezésre ez az anyag, kiegészítve a már korábban is nálunk megtalálható öntött vas anyagot. Két gyűjtőről van szó. Mit lehet tudni a gyűjtőknek a célkitűzéséről? Miért érdekelte őket ez a témakör? Amennyire én tudom, egyikőjük se azzal a céllal indult, hogy egy hatalmas nagy gyűjteményt felépítsen, de tulajdonképpen a műfaj iránti elkötelezettség eredményezte azt, hogy mindkettejük esetében egy kis számú, az otthonukban gyűjtögetett anyag aztán kinőtte
a magánszférát, és a gyenesdiási anyag is először a településen belül került elhelyezésre, már a gyűjtő együttműködésével, de nem magánintézményben. És ugyanígy a Váci anyag is, a Váci gyűjtő esetében is. Itt egyébként nem csak kályhákról van szó, sőt, nem a kályhák vannak hangsúlyban, hanem kisebb használati és dísztárgyak is, mind a polgári élet oldaláról, mind pedig szakrális jellegű tárgyak is találhatóak ebben a gyűjteményben, főként az új anyagunkhoz képest viszonylag kisméretű kályhák. Most a kiállítás hogy néz ki? Hány terem van, és hogyan oszlanak meg, és milyen tárgyak? Tulajdonképpen a Pannónia ház, ahogy elhangzott a főtérnek az egyik épülete, amit egyébként meg is osztunk a Váci Anyakönyvi Hivatallal, egy nagy épület, aminek az egyik, szerencsére a nagyobbik része tartozik a múzeumhoz, illetve funkcionál kiállítótérként, és itt a földszinten 5 kiállítótérben, illetve még a kiállítótereket összekötő folyosókon is láthatóak ezek a tárgyak. Ebből egy terem az, ami a már korábbi Berceli féle gyűjtemény. Itt közel 400 tárgy, de ebbe a nagyon kisméretű gyufatartót is beleszámítva látható, és az új anyagunk pedig az összes többi térben kályha típusonként, illetve némiképp méretre szabva is szétválogatva helyezkedik el 4 teremben, illetve az említett folyosókon is. Itt egészen nagy méretű, akár 2 méteres kályhák is vannak. Ebből persze nincs olyan borzasztóan sok. A legdíszesebb, legnagyobb az például egy kastélykályha, ami egy rendkívül díszített, nagyon elegáns és nagy méretű kályha. De ugyanúgy a gyűjtemény részét képezik azok a kisméretű jancsi kályhák például, illetve ilyen szabóságokban használt vasaló kályhák, amik sokkal kisebb méretűek. Ezek általában egy darabból állnak, illetve esetleg egy ugye nyitható ajtó van rajtuk. A nagyméretű kályhák viszont adott esetben 30-40 darabra szétszedhető, rendkívül aprólékos elemekből összeállítható nagy díszes tárgyak. Úgyhogy elég szerte ágazó az, ami ebben a gyűjteményben is látható. Mit értünk az alatt, hogy vasaló kályha? A vasaló kályha még a múlt század elején is használták. Enyhén kúp alakú kályhát kell elképzelni. A vasalók, amiket a szabóságokban használtak, vagy például ilyesmit használtak mondjuk a kalaposok is, kalapkészítők is, a vasaló az egy öntött vas tömb, aminek a tetején szintén ilyen öntött vas kiképzések is fülek találhatók, ezekbe a fülekbe lehetett betolni a nyelét a vasalónak. Ezeket a tömböket a kúp alakú kályha oldalaira rakták, és a kályhát fűtötték föl, az fűtötte föl ezeket az öntött vas darabokat. Most ezek azért viszonylag sokáig tartották a meleget. A szabómester vagy a kalaposmester ezzel a füllel leemelte a kályháról ezt az öntött vastömböt, és használta vasalásra. Ez azért elég komoly fizikai erő kellett. És amikor kihűlt a darab, akkor visszahelyezte a kályhára, és a kályhán lévő másik, harmadik darabot is ugyanígy leemelhette. Ez egy nagyon kis izgalmas, egyszerű darab. Abban az időben nagyon elterjedt volt, ma viszont kuriózumnak számít. Milyen más használati tárgyak készültek még öntött vasból itt a gyűjteményben? Volt ugye a gyufadoboz tartó, volt a kályha, többféle kályha is, volt tányér, mi volt még? Említettük ugye a vasalókat. Egyébként egész nagy számú a gyűjteményen belül az a vasaló kínálat, amit be tudunk mutatni, nagyon sokféle méret és megmunkálású vasalót is láthatunk ebben a gyűjteményben, illetve ami még szintén nagy számban szerepel a gyűjteményben, mindkettő gyűjteményben, azok az öntött vas mozsarak, amik tulajdonképpen azt hiszem kivétel nélkül mindegyik első világháborús időszak darabja, általában évszámmal ellátott. Ezeknek az a háttértörténete, hogy ugye be kellett szolgáltatni a rézmozsarakat, és a helyet kapták a rézmozsarak beszolgáltató háztartások ezeket az öntött vas mozsarakat, amiken egyébként általában még, ahogy említettem, évszámok, illetve feliratok is találhatóak. Ez alapján azért elég jól be is azonosítható, hogy pontosan melyik év, melyik időszak darabjai. Illetve a dísztárgyak között is gyertyatartóktól kezdve, akár a kisebb méretű szobrokig szerepelnek tárgyak mindkét gyűjteményben.
kisméretű szobrok nagyon sok esetben megint csak különböző történelmi eseményeket, illetve szereplőket mintáznak meg, illetve például vadászati jeleneteket, ez egy visszatérő motívum, ilyen vadászlakoknak a díszeiről is szó van, és ugye említésre kerültek a dísztálak, ezeket pedig hasonló funkcióval kell elképzelni, mint ahogy a kerámia dísztálakat is. Egészen egyszerű ornamentális mintától kezdve a mitológia jeleneten át mindenféle díszítéssel elképzelhetőek ezek a tárgyak, és hát ugyanúgy, ahogy nyilván minden egyéb öntött vas tárgy, ezek is rendkívül nehéz tárgyak, úgyhogy itt mindig óvatosan kell bánni, hogy ezeket a falra felhelyezni olyan könnyedén tenni az ember, mint ahogy egy kerámia tálat feltesz a falra, de hát ugyanúgy öntvényekről beszélünk. Hol öntötték ezeket? Lehet tudni a gyárnak a helyét? Az újonnan hozzánk került anyag nagy része a történelmi Magyarország különböző öntödéiben készült. Bizonyos esetben lehet tudni az öntödét, ez általában akkor szerepel is a kályhán, vagy egy címer, vagy egy felirat formájában. A berceli féle gyűjtemény, tehát van már régebb óta városi tulajdonban lévő gyűjtemény esetében az egész kelet-közép-európai régióból sikerült különböző tárgyakat szerezni. Itt érdemes megegyezni azt, hogy maga a gyűjtemény, ahogy említettem, elég sok helyről származnak a tárgyak, illetve egy komolyabb kutatás is zajlott ezekkel kapcsolatban, úgyhogy itt sokszor nem csak az öntödét lehet tudni, hanem akár még az öntvényt készítő mesternek a nevét is. Ez persze az igazi kuriózum, amikor ilyesmit is sikerül egy sokszorosítási eljárással készült tárgyról kideríteni. Ezek mindig a díszesebb, egyedibb darabok, amikor ilyen információk birtokában is vagyunk. Időben mettől meddig terjed ez az anyag? Ugye az első világháborúról volt szó, hogy az alatt több minden készült, de mennyivel korábban kezdődnek ezeknek a vastárgyaknak az előállításai? Tulajdonképpen ebben a régióban a fénykora a 19. század, illetve a 20. század első fele az öntészetnek. Ezen belül egyébként a kályhák javarésze ez a századfordulós időszak. Ami egy érdekesség dátumok szempontjából, datálás szempontjából a kályhák esetében, az új anyagban szerepel egy olyan kályha típus, egy amerikai kályha típus, ami az 1920-as évektől egészen a 60-as évekig használatban volt Magyarországon. Ez egy amerikai licensz alapján készült, ezt egy nagyon szemfüles gyártó vásárolta meg az amerikaiaktól, és gyártotta aztán Magyarországon. Ezek egyébként formailag is egy egészen különleges csoportot képeznek a nálunk látható anyagban. Ezek az úgynevezett folyton égő kályhák, amiknek az volt a funkciója, a fűtés szezon elején begyújtották, és egészen a szezon végéig gyakorlatilag folyamatosan fűtöttek ezek a kályhák. És amit én az elmondásokból tudok, hogy nagyon elegáns budapesti üzletházakban például egy-egy ilyen kályha képezte az üzletnek az egyik központi díszét. Tehát ezek az esetek nagy többségében nem magán lakások díszét képezték, hanem nagyobb, elegánsabb polgári közegben, például ilyen üzletekben voltak használatban. Mivel tüzeltek benne, hogy folyton tüzelés volt? Kokszal, szénnel? Ezek kokszkályhák. Nagyon szép ilyen üvegbetétes kályhákat kell elképzelni, tehát ebben is különbözik a többi öntött vas kályhától, hogy itt van egy üvegbetétes ajtó rajta, ami tehát a tüzet is lehetett látni benne. Biztonsági szempontból mennyire voltak ezek biztonságosak, tehát hogy ne égessen meg, nehogy kicsapjon a láng? Lehet látni, hogy azok a kályhák, amik parkettára vagy fapadlóra kerültek, azoknál nagyon sokszor tettek alá egy nagy fém lapot, nem csak simán kályha előtt, hanem magát az aljára is egy nagy fém lapot tettek, pontosan a biztonság miatt. De a legtöbb esetben a nagy kastélykályhák azok olyan területekre voltak betéve, ahol mondjuk a padló az nem fából volt, hanem kőből. Egy kicsit a szobrokról is beszéljünk, hogy milyen szobrokat öntöttek vasból, és kik rendeltek vas szobrot. Az öntött vas szobrok is hasonlóan mondjuk a gipsz öntvényekhez általában történelmi alakoknak a mellszobrai voltak, vagy pedig olyan jellegű szobrok, mint a
vadász jelenetek, állatokat ábrázoló szobrok díszítették a lakást. A történelmi személyekről a polgári lakásokban is sik volt kitenni egy-egy ilyen szobrot, és hát nyilvánvalóan, akinek mondjuk több pénze volt, ő nem egy gipszmásolatot rendelt, hanem egy öntött vas szobrot. Ez érdekes például, hogy mennyire a mindennapok része volt mondjuk kitenni egy szobrot esetleg Kossuthról, Kossuth fejével, ami hirdette nyilván a tulajdonosának a politikai nézeteit is. De mondjuk ettől függetlenül például a múzeum gyűjteményébe került be olyan családi fényképalbum a 19. század elejéről, amiben az első képen egy Kossuth portré látható, a következő egy Deák portré, és utána jönnek a családi fotók mondjuk az 1870-es évektől kezdődően. Tehát ugyanígy akkor szépen kitették mondjuk az íróasztalra, vagy a kandallóra a politikusnak, vagy a történelmi személynek az ábrázolását. De hát hasonlóan esetleg mitológiai jellegű szobrok készülhetek, vagy nagy szobroknak a kis másolatai. Tehát ez is egy divat volt. Nem csak szobroknak a másolatai, hanem híres festményeknek, freskóknak a másolatait is. Például nálunk egy utolsó vacsora, egy kisméretű, egy 10x20 centis körülbelül másolat látható, amin az utolsó vacsora jelenete látható egy dombormű formájában. Ugyanúgy van egy Dürer portré másolatunk is. És ami egy eredet, és öntött vasból, igen. Amit nem említettünk, talán még ilyen emlékérmek, emlékplakettek is vannak a gyűjteményben. Ezek sokszor valamiféle egyesületnek, szervezetnek a megrendelésében készültek, ugyanúgy, ahogy manapság is készülnek mindenféle díjazások alkalmával hasonló, mondjuk nem feltétlen öntött vas plakettek. De ezek között is található olyan, ami történelmi személyiségeket dombormű formájában mutat be. Meddig látható ez a kiállítás? Mennyire állandó vagy időszakos? Ez egy 5 évig látható kiállítás, aztán utána majd reméljük, hogy más formában hasonló kiállítást tudunk rendezni. Kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you.
folytatjuk akkor a beszélgetést. A Tragor Ignác Múzeum nem csak ezeket a kiállításokat nyújtja, hanem egyéb programokat is, például miket? Múzeumunk, azt mondhatom, hogy Pest megyének a legrégebbi alapítású múzeuma. 2013. január 1-től önkormányzati fenntartásba került. Azon kevés múzeumok közé tartozunk, amelyek ez idő alatt gyarapodtak. Tehát mi létszámban is gyarapodtunk, műtárgyállományban is jelentősen gyarapodtunk, és hát a város támogatja a múzeum munkáját. Lehetőségük volt, azóta új állandó kiállításaink voltak részben városi támogatással. Könyveket is adtunk ki, minden évben sikerült egy-egy kiadványt megjelentetnünk, ami hát sajnos a korábbi évekre nem volt ennyire jellemző. Igyekszünk a környezetünket, a környező településeket is minél jobban bevonzani a múzeumba, és hát ennek egyik módja az, hogy mi megyünk ki a településekre. Hová, merre? A Váci járásban járunk tavaly 7, idén pedig 10 településen jelentkezünk vándorkiállítással. Az elmúlt évben egy néprajzi jellegű kiállítást vittünk településről településre úgy, hogy minden, tehát a mi alapkiállításunkat a helyi anyaggal bővítettük ki. A néprajzos kolléganő kiment gyűjteni, megbeszélni az ottaniakkal, az ottani különböző hagyományőrző csoportokkal, nyugdíjas klubokkal, akik erre a kiállításra behozták az ő anyagokat, úgyhogy így alakult ki a kiállítás. Az idei kiállításunk pedig egy régészeti kiállítás. Ennek azért is volt lehetősége, mert hogy korábban csak részmunkaidőben tudtunk régészt foglalkoztatni, de a tavalyi év során sikerült 2 régész státuszt kapnunk, és a 2 régészünk az nagyon keményen dolgozik, és úgyhogy most egy régészeti vándorkiállítást viszünk körbe, ahol tablókon a különböző régészeti korokról esik szó, nagyon jelentős műtárgy másolati anyagot viszünk ki, hogy élővé tegyük a kiállítást, és hát múzeumpedagógiai programot is adunk, ezek általában egy ilyen teljes napot felülelő programok, ahol kicsik és nagyok iskolások jönnek, és vesznek részt a foglalkozásokon, különböző játékokat készítettünk, illetve erre az alkalomra egy sírfeltárásban is részt vehetnek a gyerekek. Mi korábban kölcsönöznünk kellett csontvázat iskoláktól egy-egy alkalomra, most végre van saját csontvázunk is, és hát mint egy sírt úgy mutatjuk be mellékletekkel együtt, és akkor a gyerekek szépen szakszerű módon bontják a sírt. Úgyhogy ez lesz az idei kiállításunk. És hát ami még itt érdekesség, hogy ezt a másolati kiállítást művelődési házakban rendezzük meg, de megrendeztük már iskolában is. Így egy iskolának a nagy aulájában volt a kiállítás. Mesélték, hogy a tanárok azért izgultak, hogy mindent úgy kapunk-e meg, ahogyan azt odavittük. Tehát ott az üveges vitrén az mennyire bírja ki a gyerekek rohamát. De hát nagyon jól működött, és nagyon nagy volt az érdekes a gyerekek részéről, úgyhogy reméljük, hogy az a gazdag programkínálat, amit mi adunk, vevőre talál, hiszen hogyha egy gyerek ott a saját közegében is találkozott a múzeummal, akkor szívesebben jön be, és jobban izgatja, érdekli őt, hogy mi lesz itt, mit láthat a múzeumban. És hát nem csak kiállítást láthat, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Nekünk van egy múzeumi séta kínálatunk, ami idén is újabb darabokkal bővül, ez általában nagyon népszerű. Különböző korokat, különböző szeleteit a városnak mutatjuk be, például van kávéházas túránk, van egy 19. század második felét bemutató érdekes túránk, aminek a címe a Kocsmától a Bordéig. Elkezdjük az egykori nagysörházitól, és eljutunk az első múzeum épületig, amit azért kellett bezárni 1898-ban, mert átelemben vele megnyitották a Bordéit. Tehát ez egy ilyen kis érdekes, de van olyan sétánk, ami a Vesztőhelytől a börtönig vezet, hiszen Vác a börtönről is nevezetes, tehát a bűn és büntetés a 18. századtól a 20. század 50-es éveikig,
Aztán vannak olyan sétáink, ami a különböző betegségek és gyógyítások formáját, tehát a pestistől megy egészen a 20. századi kórházig a séta. Úgyhogy ezeket a gyerekek nagyon szokták szeretni, és sokkal többet meg lehet tanulni a városról egy-egy ilyen érdekes, izgalmas sétán keresztül, mint hogyha csak előadnánk a gyerekeknek. És hát itt a város válik kiállító helyé gyakorlatilag. Hány múzeumpedagógus dolgozik ott? Ahhoz képest, hogy mekkora a programunk, és milyen nagy a kínálatunk, nagyon kevés a múzeumpedagógusunk. Korábban egy volt, most, hogy bővült és átvettük a Pannonia házat, így ketten vannak, akik múzeumpedagógiával foglalkoznak. Viszont az a szerencsénk, hogy aki muzeológus, legalább annyira érdeklődnek a múzeumpedagógia iránt, és értenek is hozzá, úgyhogy gyakorlatilag ez a két fő kibővül a muzeológusok körével, és minden muzeológus a saját szakterületét beleviszi ebbe a programba. Milyen szakterületekre oszlanak meg a muzeológusok? A múzeumunk viszonylag nagy múzeum, tehát sok területre oszlik. Képzés iparművészettel foglalkozunk, régészettel, néprajzzal és történeti anyagunk van. Tehát ezek a területek jelennek meg. A képzés iparművészethez milyen múzeumpedagógiai tevékenység kapcsolódik? Egyfelől részt veszünk azokban az országos programsorozatokban, mint a Múzeumok éjszakája, a Múzeumok majálisa, a Múzeumok őszi fesztiválja, illetve ezen felül mindenféle nagyobb szabású városi rendezvényeken is részt veszünk programokkal, illetve ezeket a központi szervezésű programokon túl pedig egyfelől a kiállítótérben fogadunk csoportokat, az iskolai oktatást kiegészítendő, sok esetben egy 45 perces tanóra keretein belül látogatnak el hozzánk, de a Pannonia ház kiállításain hosszabb foglalkozásokra is van lehetőség. Nálunk általában másfél órás foglalkozásokra jönnek kisebb-nagyobb csoportok. Óvodás csoportunk is volt már, akik nyári kézműves tábor keretein belül jöttek hozzánk, de egészen a középiskolás korosztályig nagyon sokféle diák, és szerencsére nem csak váciak, hanem Vác környéki településekről jó kapcsolatot ápolunk sok vidéki pedagógussal is, akik visszatérő vendégeink aztán. Nálunk a képzőművészeti és az iparművészeti anyaghoz kapcsolódóan nagyon sokszor olyan kézműves foglalkozások, ezekhez a kiállításokhoz olyan foglalkozások kapcsolódnak, amelyek a technikát igyekeznek a lehető legszélesebb skálán bemutatni. Hinz Gyula alakja egyébként is technikailag is nagyon sokszínű alak, úgyhogy nagyon sokféle technikát és műfajt be tudunk nekik mutatni, amit természetesen az időhöz és a lehetőségekhez mérten igyekszünk kipróbálhatóvá is tenni. Az egyszerű kollázsoktól kezdve a nagyméretű rajzok készítésén át a festésig tulajdonképpen nagyon sok minden felmerül, illetve a kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon túl bizonyos évszakokhoz, illetve népszokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan is tartunk kézműves foglalkozásokat. A legutolsó ilyen egy kifejezetten karácsonyi dísz készítő kézműves foglalkozás volt, amihez kapcsolódott egy rövid időszaki kiállítás is a múzeum néprajzi anyagából. Gyerekjátékok, régi karácsonyfadíszek kerültek elő, amiket aztán nem csak ennek a foglalkozásnak az idején, hanem egy kéthetes rövid időintervallumban meg lehetett tekinteni. Igyekszünk ezeket a foglalkozásokat mindig úgy szervezni, hogy legyen lehetőségünk az állandó kiállításon nem szereplő anyagok ból egy ilyen különlegességet, egy csokort bemutatni azokból a tárgyakból, amik egyébként nem feltétlen láthatóak. Mennyire élnek a néphagyományok Vácott, illetőleg gyűjtésükre van-e mód, lehetőség?
Váci nagyon korán polgárosodott város volt, tehát nincs az a hagyományos néprajzi gyűjtésre lehetőség, mint mondjuk egy alföldi mezőváros esetében volt. Hiába a múzeumunk 1895-ben alakult meg, sőt már ez 1880-as években kezdték el a gyűjtést, néprajzi tárgyak viszonylag ritkán kerültek be a múzeumba, vagy ha bekerültek, akkor azok nem feltétlenül váciak voltak. Mivel a múzeum területi múzeum, ezért a néprajzi gyűjtést a gyűjtőterületünkön lévő településekre lehet koncentrálni, és onnan kerültek be azok az anyagok, amik a néprajzi gyűjtemény nagy részét adják. Ma már ezt viszonylag nehéz megtalálni, hiszen itt is viszonylag korán megindult a kivetkőzés, tehát ma már igazi, ottani népviseletet kevésbé találunk. A hagyományőrző körök inkább eljönnek hozzánk, és megnézik, hogy mi az, ami még nálunk látható, esetleg próbálkoznak azt visszaépíteni a kultúrájukba, de nagyon sokszor például azt lehet tapasztalni, hogyha azt mondják, hogy egy néprajzi tárgyat akarnak nekünk beadni, az mondjuk egy korondi edény, tehát nem feltétlenül onnan való. Viszont a néprajz részben kulturális antropológiát is jelent, tehát hogyha azt mondjuk, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, amikor népi tárgyakat kutattak, és a népi életmódot kutatták, akkor azt az életmódot kutatták, ami akkor fellelhető volt, hogy ha mi most népi életmódot kutatunk, akkor azt kell megnéznünk, hogy ez hogyan változott, és mik a jellemzői most. Itt persze nagyon sok átfedés van a történeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény között, hiszen ha kortárs anyagot keresünk, az akkor végül is nagyrészt hasonló. Még a múzeumnak az idei terveiről kevés szó esett. Az idei terveink között egy időszaki kiállítóhelyünk van, ahol tavasszal két képzőművészeti kiállítással fogunk indítani, és a nagy kiállításunk idén a Váci nyomda és nyomda termékek történetét mutatja be. A Váci nyomda és a Váci nyomdászat az rendkívül nagy hírű, hiszen már Mária Terézia adott nyomda alapítási engedélyt 1773-tól már nyomda működött a városban, és a múzeum történeti anyagában azóta folyamatos a történeti anyag, ami dokumentálhatóan különböző váci nyomdákhoz kötődik. A váci nyomda története is feldolgozott. Ennek ellenére, ahogyan most vizsgáljuk a történeti anyagunkat, olyan nyomdákat is találunk váci jelzővel, amit a korábbi kutatásokban nem szerepelt, vagy valószínűleg rövid ideig működő, vagy a korukban nem különösen jelentős nyomdaanyaggal vagy nyomdával találkozunk. A kiállítás feltétlenül nagyon izgalmas lesz, hiszen ezek a nyomdatermékek, ezek egyben egy társadalmi képet mutatnak. Elég, ha csak azt mondjuk, hogy például nem csak könyveket mutatunk be, hanem különböző meghívókat, szórólapokat, plakátokat, akár cirkuszi plakátokat is, amelyek ott készültek Vácon. Úgyhogy remélhetőleg nagyon izgalmas lesz ez a kiállítás, tehát ez lesz a fő kiállításunk, ami július elején nyílik, és aztán az év második felében lesz látható. És a másik kiállítás? A két képzőművészeti kiállítás kortárs anyagból lesz, az egyik egy kortárs gyűjtő kiállítása lesz, a másik pedig egy művész kiállítása. Mennyiben kötődik ez Vácshoz? Tehát váci gyűjtőről van szó, vagy Vácon készült alkotásokról, Vácról szóló képekről? Elsősorban mi a gyűjtőterületünkre támaszkodhatunk, viszont gyűjtőterületünkön élő művész azért elég sok van, hiszen a fővárosból sokan kiköltöznek a főváros környékére, és a Váci Dragor Ignác Múzeum gyűjtőterülete az majdnem felüleli Észak-Pest megyét, tehát általában olyan alkotókról van szó, akik a gyűjtőterületünkön, tehát nem feltétlenül Vácott élnek. Festményekre lehet számítani, vagy szoborokra, objektekre? Festményekre lehet számítani. És hát a terveink között azért szerepel még nyáron két tábor, mert mi is táboroztatunk, az egyik egy képzőművészeti tábor lesz a Pannonia házban, a másik pedig egy régész tábor lesz a görög templom melletti
nagy kertben, ahol nem csak egy kis ládányi sírt bonthatnak, hanem ahol egy hatalmas nagy homokozónk is van. És a régész tábortátában nagyon szokták kedvelni a gyerekek, úgyhogy már az első jelentkező az már most jelentkezett, hogy ugye biztosan lesz, hogy le nem maradjon róla, mert hogy tavaly nagyon élvezte. Régészetről jutott eszembe a restaurálás. Ezzel mi a helyzet? Van restaurátorunk a múzeumban, aki fém szakrestaurátor, fémet és kerámiát restaurál főként. Más jellegű restaurálás, tehát képzőművészeti restaurálásokra úgy van lehetőségünk, hogyha pályázunk, többször sikerrel pályáztunk, és az alkotásaink így újulnak meg. Erről is volt, hogy a közelmúltban egy nagyon érdekes festményt restauráltattunk, amiről csak annyit tudtunk, hogy egy feltetten 18. századi mű lehetett, mert hogy a korabeli leírásokban ennyi szerepelt, és amikor restaurálták az alkotást, akkor derült ki, hogy ez egy korábbi festmény, és meglehetősen jegyzett és értékes festmény, úgyhogy lehet ezt látni most a múzeumban? Igen, ezt az alkotást lehet látni. A Memento Mori kiállításnak van egy, az egy kripta részben lévő kiállítás, annak van egy nagy földszinti kiállító egysége, ami a 18. századot mutatja be, azt a korszakot a város történetében, ami a török idő után benépesülő várost mutatja be. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Csak reám mosolyog, így úr teste járok köztük én, nem értem, hogy miért nincs szerencsém. Nem búsulok, hogy nincsen szerencsém. Nem búsulok, nincs szerencsém. Egy évhetet súzoznom kell még, a sok szép nő majd a lábam elé húl. Versenyeznek, ki lesz a súly. Nem búsulok, ez még szerencsén. Nem búsulok, lesz szerencsén. Csak gyúrnunk kell, vagy egy képhetet még. A sok szép nő majd a lábam elé húl. Ó, sok nő. Akkor leszek menő sármosú. Sérom, azt hiszem, a nő kedvéért ezt is megteszem. Bájos mosoly, egy kacsintás, enyém lesz, tudom. Hol itt a hiba, ezt kérdezem, magam sem tudom. Nem búcsulok, ez még szerencsém. Nem búcsulok, nincs szerencsém. Csak gyúrnom kell, hogy egy képhetet még. A sok szép nő majd a lábam elé húl. Ó, a sok nő. Akkor leszek menő sármosú. Nem búsulok, hogy nincsen szerencsém. Nem búsulok, lesz szerencsém. Egy képhetet súzoznom kell még. A sok szép nő majd a lábam elé húl. Ó, a sok nő. Versenyeznek, kié lesz a súly. Nem búsulok, ez még szerencsém. Nem búsulok, nincs szerencsém. Csak gyúrnom kell, hogy egy képhetet még. A sok szép nő majd a lábam elé húl. Ó, a
leszek menő sárgos hús. Nem búsulok, hogy nincsen szerencsém. Nem búsulok, lesz szerencsém. Egy képedet súzós dobjelmény. A sok szép nő majd a lábam elé húl. Ó, a sok nő. Versenyeznek, kié lesz a súl. Következik a kaleidoszkóp. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban Massenet és Magyarország címmel látható egy kiállítás, amely Jules Massenet opera szerző műveit mutatja be, de elsősorban a hazai fogadtatás, illetve előadás történet szempontjából magyar vonatkozásokkal, magyar kapcsolatokkal fűszerezve. Ugyanis 1879-es szegedi árvíz során a szegedi árvízkárosultak megsegítésére Liszt Ferenccel együtt komponáltak egy induló átiratot, és egyébként is többször látogatott Magyarországra. Magyar barát nyilatkozatai miatt is hallatlanul népszerű volt itthon. 1865 és 85 között négyszer volt Magyarországon, és a Heródiász című operájának az egyik előadását maga vezényelte itt nálunk. Nem csak Liszt Ferenccel állt azonban jó kapcsolatba, hanem Hubay Jenővel is. Hubay Jenővel a Suite sur le Roi de l'Aour zenekari partitúrát közösen készítették, aztán idős Ábrányi Kornélral, Zicsi Gézával és Podmanicki Frigyessel meg Erkel Sándorral is jóba volt. Podmanicki Frigyessel a Nemzeti Színház intendánsa volt, a Lahore Király című opera budapesti bemutatója kapcsán került közeli kapcsolatba. Tehát a kiállításon mindezeket kézírásos bejegyzéseket tartalmazó kottákkal, levelekkel, jelmez- és díszlettervekkel, színlapokkal, fényképekkel, librettókkal dokumentálják az 1945 előtti időszakot. Vannak azonban itt gramofon felvételek is, tulajdonosi bejegyzéseket őrző zongorakivonatok. Mindez jól mutatja, hogy a magyar közönség a magángyűjtők között is több ilyennek a leszármazottja található meg, nem csak a Magyarországon bemutatott francia zenei alkotásokat, hanem Bécsben, Párizsban megismert műveket is játszott itthon. Makón a József Attila Múzeumban szintén a zenéhez kapcsolódó kiállítás nyílt, 35 év a harmonika világában a kiállítás címe, és Vahe Jánosné Sultes Margitnak, a komlói amatőr zenésznek a kiállítása tekinthető meg, 35 éve hogyan, mit, mikor, hol harmonikázott. Visszatérve az Országos Széchenyi Könyvtárhoz, az Isteni Bölcsesség címmel is látható egy kiállításuk, ez a Rittmann Library művelődés történeti vándor kiállítása, amely a hermetikus filozófiai irodalom gyöngyszemeit mutatja be a rózsakeresztes iratokon keresztül. Általános világméretű reformációra szólították föl ők az európai embereket, szellemi, spirituális impulzusuk nagyon jelentős volt az európai művelődés történetben. A kiállításra kerülő anyag is a gondolatiságot őrzi, és egyetemes kérdésekre keresi a válaszokat, elsősorban az értékrend körüli kérdésekre koncentrál, hogyan, milyen mértékben, minek alapján éljünk, milyen élettávlatok várhatók, illetőleg ezeknek az aktuális jelenlegi vonzatai is előkerülnek. Maga a kiállítás Bázel, Amsterdam, London és Krakkó után érkezett Budapestre, és a megnyitó előtt egy konferencia is kapcsolódott hozzá. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban a reformáció 500. évfordulója, ami Csabai sorozatban, Várkonyi 70 címmel tekinthető meg egy kiállítás, amely Várkonyi János Békés Csabai képzőművészt mutatja be egyházművészeti tárgyakkal és istentiszteleten használt kegytárgyakkal együtt. A kiállítás pedig Luther Márton 95 tételének a Wittenbergi vártemplom kapuján való elhelyezésére is visszaemlékezik az Evangélikus Róma Múzeumában.
Várkonyi János, a Békés Csabai Evangélikus Egyház közösségnek az egyik legnépszerűbb művésze, aki reprezentatív festménykollekcióval rendelkezik, és ezt adományozta az egyházmegyének, mégpedig azért, hogy az evangélikus identitást és a közösségek megerősítését szolgálja ezzel is. A kamara kiállításon mintegy 300 évnek a emlékei láthatók, tehát az ő alkotásain kívül, például az 1727-ben született Tranoscius kézirat, amely szabadkézi rajdokkal lett díszítve, vagy egy bortartó ónkanna 1731-ből, vagy Palurik Judit emlékét őrző keresztelőkancsó, de látható egy kehely, egy patéra és egy cibóriumatta 3-as tárgyegyüstes 1876-ból, vagy pedig két portré Luther Mártonról, az egyik Luthert Warburg várában ábrázolja 1521. május 4-én, ahová Bölcs Frigyes választófejedelem utasította, hogy ezzel védje. Sátoraljaújhely Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában, a Rab Kazinci nyomában címen látható egy kiállítás, amelyik kiállítás a Kazinci Ferenc Társaságnak a fényképeit mutatja be, akik végigkövették a Rab Kazincinak az útját, több száz felvételt készítettek ennek az útnak a során, és ezekből válogattak Kemecsei Balázs és Dobák Diánának a felvételeiből, a felvételeket pedig Kazinci Ferencnek a szövegeivel és rajzaival együtt jelenítik meg. Mint tudjuk, Kazinci 1794-ben 35 évesen került börtönbe a Martinovics-féle jakubinus mozgalomban való részvétel vádjával, és 6,5 évig volt ott, Budán, Brünnben, Kufsteinben és Munkácson raboskodott, és az ott szerzett tapasztalatait, az idő alatt keletkezett gondolatait fogalmazta meg Fogságom naplója című visszaemlékezésében, illetőleg Pályám emlékezete című önéletírásában, de számos levele is beszámol a börtönéveiről. Tehát ezekre alapozták a szövegeket és a rajzokat. Szentendrén a Ferenci Múzeumban Középkezdés Winkler Zsuzsinak a kiállítása tekinthető meg. Ő a személyes létkérdéseket és a családi múltat dolgozza föl alkotásain. A családi örökség, a szubjektív emlékezet keveredik össze. Pszichológus végzettségű egyébként, és ezért is van az, hogy hétfőnként, amíg nyitva van a kiállítás február folyamán, addig mindig képzőművészként is és tanácsadó pszichológusként is várja a látogatókat. Műveivel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy ezek emlékek, érzetek, megidézett helyzetek és szituációk, tárgyak vagy pillanatok, tehát egyensúlyi állapotot fejez ki, mint ahogy van egy ilyen installációja is, amiben a Liszt kulcs fontosságú szerepet játszik, mint a háztartás, a női társadalom szerepének a szimbóluma, illetőleg a családi egyensúlynak az érzékeny, sérülékeny voltát mutatja be, ahogyan ez a Liszt őrzi az állandóságot, de ugyanakkor a változásra is állandóan képes. Szarvason a Tessedik Sámuel Múzeumban karakterek reflektorfényben. Dr. Csíki László és Tónió alkotásaiból összeállított kiállítást lehet megtekinteni. Két karikaturistáról van itt szó, az egyik orvos és szobrász, a másik pedig karikatúra rajzoló. Dr. Csiki László belgyógyász orvos, és az orvosi tanulmányaival párhuzamosan végezte képzőművészeti tanulmányait, szobrászati tevékenységét, és első külföldi tárlata Erdélyben, Marosvásárhelyen 1993-ban nyílt, de még ugyanebben az évben Párizsban is kiállított. Népszerűségét, illetőleg vállalkozó kedvét mutatja, hogy 2003. júliusában az RTL Klub Fókusz műsorában egy Guinness rekordot állított föl, nevezetesen
Winston Churchillnek a szobrát készítette el 19 perc 20 másodperc alatt. 2004-ben viszont a 21. század orvosa kitüntetésben részesült. Akivel együtt kiállít, Tónió, Tóth Antal néven született, és a szatirikus portréknak a rajzolója, egy fotóirrealista stílusban, ahogy maga fogalmaz. A lényeges vonások kiemelésére, a lényegteleneknek az elhanyagolására összpontosít az alkotásai során, az arányoknak a betartásával, a személyes vonásoknak a megőrzésével készülnek a karikatúrái. Győr 5 az Eszterházi palotában Ciráki Lajos festőművész emlékkiállítása van, aki 1917-ben született, és több mint 10 éve elhunyt már, viszont Győr művészeti életében fontos szerepet töltött be, a győri grafikai műhelyt ő alakította ki 1983-ban. Egyébként 1961-ben rendezte Győr 5 az első önálló kiállítását is. Művészetén mély nyomot hagyott római ösztöndíja 1942-44 közötti időszakból, amikor is az olasz kultúra, a reneszánsz, a klasszikus és a modern művészet fogta meg egyszerre. Alkotásaira jellemző az elvont szimbolikus világ, amelybe ismétlődő tárgyakat helyez, és a természet lényeit és jelenségeit használja föl összekötő kapcsoló elemnek, hogy az álom és a valóság között így megteremtse a hidat. Mozdulatok nagyon jellemzőek az alkotásain, tehát a gesztusok és a mozdulatok alapján egyfajta befejezetlenség érződik, a befejezetlen mozdulat művésze, ahogy Rechnitzer János a megnyitón fogalmazott. Mert hogy a tovább gondolásra ösztönöz, örömöket, bánatokat fejez ki, de ugyanakkor a mozdulatok csak közvetítik, jellemzik, és gondolkodásra, elmélkedésre késztetik alkotásoknak a szemlélőit. Egyfajta reménnyel teli, elérhetetlen befejezést keres benne önkéntelenül is a látogató. A tárlaton több mint 100 művét lehet megtekinteni, köztük az egyik főművét, az önarckép kompozíciót. Előzetesként a Keszthelyi Balatoni Múzeumra hívom fel a figyelmet, ahol Vízgyel címmel fog rövidesen egy kiállítást nyílni. Ez a kiállítás pedig Kis Ágnes Katinka képzőművészeti kiállítása, aki vidámságával, játékosságával, színes kreativitásával tűnik ki, feltöltődést kínál absztrakt formavilágával, tiszta színeivel. Ezzel búcsúzom Önöktől, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető... Dr. Győri Hedvig.